Alpolgármester úr, még nem kezdődött el a bál, meg a ma este, de azért a háttérben próbálnak, tehát azért valamit már lehet érzékelni a ma esti hangulatból. Tulajdonképpen mire készülünk ma este? Gyakorlatilag a hagyományos mártonnapi boráldásra készülünk. Gyerekek már most próbálnak, mert ők is minden évben nagyon szép műsort adnak, és úgy látom, hogy szépen jönnek a vendégek, tehát 200 feletti igénylés volt, ami azt jelenti, ugye, hogy művelődés sajátban volt általában a mártonnapi program, de olyan nagyon sokan érdeklődtek, nagyon sokan jelentkeztek, hogy úgy gondoltuk, hogy felhozzuk a sportcsarnokba, és akkor itt egy kényelmesen jól érezheti magát mindenki. Reméljük, hogy hagyományosan jó finom lesz a liba, remek műsort adnak az általános iskolások mindig, és természetesen itt azért a nagyon fontos a bornak a szerepe, hiszen ugye boráldásról van szó. Ezt a Márton napot egy község indított el 23-24 évvel ezelőtt, és nagyon nagy sikere volt már akkor is, sajnos volt egy pár évszünet, majd egy picit a Covid is, ugye most közeljátszott, hiszen 3 éve nem tudtuk megtartani, de egyébként a művelődési házban is már lehetett látni, hogy nagy érdeklődés van, nagyon szeretik, hiszen tényleg itt nagyon jól érezhetik magukat, mert valójában most jelen mai napon a Sasi Duo fog még pluszba remek zenét szolgáltatni, és nagyon sokan táncra perdülnek, főleg ugye finom borokat megkóstolják, és természetesen az óvodának a nagyon finom riba sültjei, az szintén úgy gondolom, hogy egy kuriózum, nagyon finoman készítik el az ételeket, tehát minden adott ahhoz, hogy mindenki jól érezze magát. Megszokásból egyébként mi is elmentünk a művelődési házba, és akkor jöttünk rá, hogy valószínű a nagy érdeklődésre való tekintettel áttették ide. Persze közben néztem, hogy azért a belépő nem olcsó, igaz, hogy a liba hús sem olcsó manapság, és még így is tele lesz? Igen, hát megmondom őszintén, mi is meglepődtünk, amikor érdeklődtünk a libacomb árán után, de hát úgy gondoltuk, hogy igen, muszáj picit emelni a belépő díjon, hiszen azért próbálunk ezért egy finom vacsorát, kis műsort, mindenki kap egy, minden asztal kap egy kancsó bort. Uh-huh. Tehát ez mind benne van az árban. Igen. Alpolgármester úr, ilyenkor szokták mindig megáldani az egyházak az új bort is. Alsősre jellemző az, hogy egyébként sokan termesztenek szőlőt és készítenek bort? Megosztlik egyébként, sajnos szerintem picivel, hogyha többen foglalkoznának, akkor még jobb lenne itt alsősön ennek a borvidéknek a borait, hogyha jobban reklámoznánk, tényleg még többen készítenének bort, de olyan közepes, úgy gondolom. Tehát ilyen kisebb gazdák vannak, és ők szerencsére azért még termelnek szőlőt, és abban nagyon finom borok vannak, de nagy borászok, egy-két nagy borász van alsősön. Remélem, hogy ez is minél nagyobb lesz majd előbb-utóbb, mert azért a bor az egy nagy érték módjával, hogy ezt az ember akkor az úgy gondolom, hogy egészséges is, hiszen mi is szőlőtermelő vagyunk, tehát én is elhoztam a cserszegi fűszeres borunkat, minden alkalommal megáldják, tehát ez egy jó érzés. Ha kimennénk a szőlőbe akkor, amikor éppen érik a szőlő, akkor itt a sörös térségben milyen fajtákat látnánk? Nagy mennyiségben azért a Riesling van természetesen nálunk is, de megtalálható a cserszegi tramini szürkebarát, elég vegyes, de úgy gondolom, hogy a Riesling az, ami még mindig többségben van, hiszen az ásztosbor Balaton felvidéken azért az Riesling. Ugye nincsen messze Alsőstől Csopak, ahol azért mindig azt mondják, hogy nagyon híres borok készülnek. Alsős pár kilométer. Mi az oka annak esetleg, hogy a csopaki bor úgymond híres lett, az alsősi talán nem annyira? Úgy gondolom, hogy ez a pár kilométer nem hinném, hogy olyan különbségeket jelent, mert ugyanolyan jó fekvés alsős is, és úgy gondolom, hogy
hogy a reklám, a marketing azért erősebb csopakon, hiszen azért ott volt egy borfeldolgozó, ez alapból úgy gondolom adott nekik egy olyan jó reklám lehetőséget, hogy a csopaki bor az mindig régen is véres volt, és ez az előnye valószínű, hogy megmarad. Természetesen mi is azon vagyunk itt alsősön, hogy ugyanolyan minőségi szőlőt és borokat termeljünk, és próbáljunk készíteni. Szerintem jó irányban vagyunk mi is alsősön. Most ugye liba vacsorára és bárra készülünk, és hát tulajdonképpen egy-két hét, aztán itt van advent, nem tudom, a település hol tart az előkészületekben? Természetesen készülünk az adventi időszakra is, hiszen nagyon sok program lesz itt az adventben is, tehát többek között Mendelssohn koncert lesz, nagyon várjuk őket, nagyon sokan szeretik, tehát biztos, hogy teltházas lesz, színházi előadást lesz a sportcsarnokban szintén, és olyan kiegészítő rendezvények, programok a vásártól elkezdve sok minden lesz alsősen, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel adventi időszakban is alsősen. Mit is jelent az új bor, mit jelent Mártonnak ünnepe? Ha azonosságot szeretnék keresni az ünnepeink között, akkor a magyar népnek, az egyházaknak, a keresztény világnak Mártonnap, az új bor ünnepe hasonlót jelent, mint az új kenyér ünnepe. Ahol megállnak a gazdák, megállnak az emberek nemzetektől függetlenül, vallástól függetlenül, és egy pár pillanatra hálát adnak annak a teremtő Istennek, aki ebben az esztendőben is megáldotta a kezük munkáját, és a fáradozásuk nem volt hiába való. Éppen ezért ez az új bor ünnepe arról szól, arról a képről, amelyet Jézus a János evangéliuma 15. részében így fogalmaz meg: én vagyok az igazi szőlőtő. Már a gyerekek műsorában is elhangzott, hogy ez a metafora, amit Jézus használ, ez egy nemzeti jelképé vált. Nem véletlen, hogy amikor a makabeusok pénzt verettek, akkor a pénzüknek egyik oldalára egy szőlőt, egy csodálatos szőlőfürtet verettek. Nem véletlen, hogy a Szent Templom, a Jeruzsálemi templomnak szintén a homlokzatán ez megtalálható volt. De ami lényeges, hogy Jézus szájából elhangzik: én vagyok az igazi szőlőtő. Mert az eredeti szöveg szerint itt az igazinál nemes, a valódi, az isteni, ami jelentést hordoz. Ebben a szóban, hogyha megkeressük, hogy mit is jelent, akkor ez azt jelenti, hogy Jézus a szőlőtő, mi a szőlővesző, és nem mindegy, hogy a mi életünk milyen nemes, mennyire istenit, mennyire valódit hordoz, mint életerő, mint amelyik irányítja és formálja az életünket. Borászok tudják nagyon jól, hogy milyen nagy különbség van az igazi nemes szőlő és a vad szőlő között. Milyen, amikor belekerül és elegyedik vele, és megváltoztatja a bornak a karakterét, az ízét, az eszenciáját. Ezért ezen a mai ünnepen nagyon röviden gondoljuk csak végig azt, hogy mennyire fontos, hogy ebben a mai világban ennek a keresztény ünnepnek úgy legyen megvalósulása, hogy tőlünk, mi belőlünk az igazi, a nemes, olyan származék, olyan gyümölcs, amelyik az életet hordozza, az isteni erőt adja tovább. Nem kell külön részleteznem, hogy a mai korunkban, mai világunkban, ebben az európai kereszténységben mi nagy szükség van arra, hogy ez valóra váljon. Ezért ezen a Márton napon
áldjon meg bennünket az élő Isten olyan erővel, olyan életerővel, amelyik az igazi szőlőtőből táplálkozik, hogy az a szőlővesző élet, ami ránk bizatott, ami életünk, földi életünk során, az valódit, igazit és nemes gyümölcsöt teremjen. Mindezek mellett áldja meg az élő Isten minden borászt, keze munkáját, és áldja meg az új bort erőben, egészségben, Isten áldásával. Amikor Márton még római katonatiszt volt, lovon közeledett Amien városának kapujához. A lova egyszer csak visszahőkölt az úton, mert megmozdult a hó, és egy koldus tápászkodott föl, akinek vállán csak szakadozott rongyok lógtak. Éhezve és vacogva nyújtotta kezét a tiszt felé, és alamizsnát kért. Mártól azzal fogta széles köpenyét, lekanyarította a válláról, majd a kardjával széltében ketté hasította, és a felét odaadta a koldusnak. Azon az éjszakán Mártonnak különös álma volt, Jézus látta, amint fényes sereg veszi körül, a vállán Márton köpenyének azt a darabját viselte, amelyet az imént a koldusnak adott. Majd az Úr Jézus az angyalokhoz fordulva ezt mondta, Márton öltöztetett föl engem ezzel a ruhával. Szent Márton azon védőszentek egyike, aki életében ugyan nem volt kapcsolatban a borral, de ünnepének időpontja a must kiforrásával és az új bor kierjedésével esik egybe. És valószínűleg ez a momentum hívhatta életre a borral kapcsolatos Márton napi szokásokat. Szent Márton, illetve a bor szoros kapcsolatát fejezi ki. Nyugat-Európa számos szőlőtermő vidékén az az elterjedt hiedelem, mely szerint Szent Márton Krisztus Urunkhoz hasonlóan a vizet borrá tudta változtatni. Az egyház a liturgia egyik kiemelt helyén úgy jellemzi a bort, mint a szőlőtől termését, vagyis Isten adományát és az emberi munka gyümölcsét. A mai napon elsősorban azért adnak hálát a tisztelt jelenlévők, mert kezük munkáját valóban Isten áldása kísérte. Így kerülhet asztalunkra az a bor, az új bor, amelyet a mai napon megáldunk. A sikeres emberi munka nem más, mint Isten visszajelzése az ember felé, hogy van értelme fáradozásainknak, van értelme munkánknak, és van értelme minden meghozott áldozatunknak. Adja meg a mindenható Isten, hogy életünk minden pillanatában tiszta szívvel lássuk, szeret bennünket, mellettünk áll és megsegít minket. Ő ad értelmet életünknek, ő ad értelmet minden tevékenységünknek. Könyörögjünk. Áldott vagy Urunk Istenünk, aki mindent betöltesz áldásoddal. Add meg kérünk szolgáidnak, hogy akik ezt a bort, Szent Márton ünnepét megtartva elfogyasztják, mindig bővelkedjenek kegyelmed mennyei áldásában, és előbbre jussanak a szeretetben. Áld meg, Urunk Istenünk, ezt a bort, hogy üdvösséges oltalmul szolgáljon mindazoknak, akik isznak belőle. Add, hogy akik ezt megízlelik, azok szent neved segítségül hívására erőt és üdvösséget nyerjenek Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Hol és mennyi szőlővel foglalkoznak? Hát felvidékről jöttünk, Kalászról, és olyan 25 ar szőlőnk van, körülbelül olyan 1000-1200 tőke, ahol ami termő. De idén sajnos egy cseppet rosszabb volt az év, nehéz volt a betegség által, meg minden, de úgyis megterment nekünk a Riesling szilváni, orasz Riesling. És mennyi? Hát kb. 800 liter, 750-800 liter. Mit lehet kezdeni manapság 800 liter borra, mert azért család otthon csak nem áll neki meginni. Meg kell inni, hát most nincsen. Tehát nem adják el? Nem nagyon lehet a borral kereskedni felvidéken, mert annyi rengeteg a borász, akiknek van 100 ezer liter vagy 150 ezer, ők azért többet tudnak a eladásban jobban tudnak létezni, mint mi. Aha. Mi olyan kis termelők vagyunk, jobban a baráti kapcsolatban van, mert
a hétvégeken télen sokat fölmegyünk, forraltbor, sült krumpli, meg ilyen haverokkal 10-15-ön össze is jövünk, úgy, hogy szórakozunk, többnyire szórakozásra van nekünk a bor, nem úgy, hogy abból élnénk, vagy... Hoztak most ide egyébként szenteltetni? Igen, hoztam olasz rizlinget, rizling szilvánit és rozét. Aha. Az őt vertelén van, meg úgy van, hogy azt adtam a barátomnak, úgyhogy nem tudom, hogy ő hozott is szentelni. Tudod, kiről van? Tóni, nem, most nem hozott, most nem volt, majd legközelebb. Azt hallottam, hogy ön most éppen nagyon messziről jött, vagy messze él? Igen, Torontóba, Kanadába is. Kimondottan erre a bárra jött haza? Majdnem úgy volt, de még más is el kell intéznem, és a Tóni mondta, hogy van itt ez a bál, ez a milyen liba. Hát igen. És erre mi régen nem, ami az iskolában... Mártonnapi bál. Mártonnapnak, én régen az iskolában, amikor én itt voltam, akkor még nem tanultam. Itt tanultam meg, hogy itt tényleg a históriát, hogy a rómaiak abban az időben, hogy hogyan lett. Torontóban van ilyen bál? Igen, nagyon nagy magyar testület van ott. Magyar házunk van, amit még a magyar állam is segített, és ez felvidékek, alvidéki magyarok, és ott is pár székek. Egyébként ott is termesztik a szőlőt, nem, vagy inkább csak fogyasztják? Nálunk Niagara-falszon termesztik a rengeteg szőlőt, a vizesésnél ott a jó termék, úgy értem a föld, és hogy a melegség ottan, Torontótól lejjebb van 160 kilométerre, és ott a melegség is sokkal jó. Onnan jönnek a... Toronto, ahogy értem, a kanadai borok onnan jönnek legtöbb része. Ja. És az urak szeretik a szőlőt? Illetve a bort, hogy maradjunk a bornál? Kicsit, ez a vacsorához, de ja, igen. Melyik fajtát? Ezért a fehéret általában, a rizlinget. De nálunk is a borüzletben, igen, borüzlet, vannak magyar borok, de sajnos nem sok, és annak ellen hallom Magyarországon rengeteg a bor, de mégse tudnak hozzá behozni sokat. Mert nem, is, tudnak... nem is ismerik mondjuk a tokait? De van nálunk tokai, az egy kicsikét édesebb, azt nem annyira az szeretik. Aha. De volt például a hárslevelű, írse hárslevelű, csak a probléma, hogy ha elfogy a bor, ugye ott rengeteget isznak az emberek, nagy a lakosság. Azt hittem csak nálunk van így. Rengeteg isznak, de nem részegségig. De nem tudnak utánszállítani, és ez miatt nem tudnak... Nem sokat hoznak be. A debrői hátlat, amit hoznak. Az egy híres de bor. Most nincsen, megint nincsen. Na, hogy visszatérünk önhöz is, ön ha már egyszer ugye termeszti a szőlőt, meg készíti a bort, van-e kedvence? Persze, hogy a olasz rizling a legkedvencebb, de a olasz rizling az olyan, hogy később érik be, az októberben születelik, az ma júniusban úgy érik be, a rizling szilván is a kedvencem, mert az még olyan korai bor. Azt is, ha majd lehet, megkóstoljuk, hogy milyen. Ezek szerint akkor nem édes borpárti, mert azt mondják, az nem. Az igazi férfi, aki a száraz bor szereti. Persze, hogy csak az a baj benne, hogy a mai fiatalok vagy az a kedvence édes bor. A fiatalok jobban a édes bort szeretik. És ez miért baj egyébként? Hát mert akkor az úgy van, hogy a édes bor csak úgy tud megmaradni, ha leállítja a forrásból. Benne hagyja a cukrot, akkor a cukortartalom megmarad. De hát akkor ezek szerint érteni kell hozzá, hogy kell azt készíteni. Persze, hogy hát az úgy is van, például a rozé, az olyan édesbor. Az úgy mondjuk, hogy olyan női bor. Jobban a fiam foglalkozik most a borokkal, akkor ő mindig a rozét olyan félédesre csinálja, hogy a lányoknak is legyen, meg a hölgyeknek, vagy karácsonyra, vagy bármilyen ünnepségre, hogy tudjunk kocintani egyet.